Én gyakorlatilag 13 éves korom óta dramaturg szerettem volna lenni. Tulajdonképpen nagyon furcsa is lenne, hogyha egy fiatal ember, akinek viszonylag kevés élet és színházi tapasztalata van, az azt deklarálná, hogy dramaturg akar lenni. Tehát szerintem ott valami nem stimmel. Nagy Anna Mari kolléganő mondta a veled készült interjúban, amit megnéztem, mielőtt ide jöttem, hogy aki ezt gyerekkorában már tudja, ez nem normális, és tényleg nálam ez érdekes módon tényleg így történt. Az osztályfőnökünk Éva néni rátért arra a témára, hogy még kik dolgoznak egy színházi előadásban, és valaminek kapcsán azt mondta, hogy és van ez a fantasztikus foglalkozás a színházban, hogy dramaturg, és én már tudtam, hogy van egy ilyen, de abban a pillanatban, amikor ő ezt mondta, tehát pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor én tudtam, hogy én az leszek. Kérem a színpadra a Bálint Lajos gyűrű átadásához először Lengyel Anna dramaturg műfordítót, hogy méltassa a díjazottat. Török Tamara fogja megkapni ezt a díjat. Tanárnő nagyon emberséges. Elvárta, hogy tanuljunk az órájára, és teljesítsük a kijelölt feladatokat, de közben figyelembe vette, hogy mennyire leterheltek vagyunk. Nagyon kedves, tud fiatalosan, nyitottan gondolkodni, de szerintem nem csak azért, mert még ő is fiatal, hanem mert egy ilyen személyiség. Ezt a markmyprofessor.com nevű oldalról szedtem. Ez csodálatos, tulajdonképpen annyira kevés a szakmai díj a dramaturgoknál, hogy minden ilyen nagyon jól esik. Egy régi kínai közmondás szerint, aki nem szedt egy fiút, ültetett egy fát, írt egy könyvet, az megtette a dolgát. Ha ebből a bölcsességből elvesztük a szexizmust, Tamarának már csak a faültetés maradt, ha egyáltalán. Nem tudja örömmel szolgál, hogy ezt átadhatom most neki. Azért különösen nagyon értékes, mert a dramaturg kollégák szavaztak arról, hogy kikapja ezt a díjat, és rendkívüli módon jól esett, hogy azok, akik rám szavaztak, azok mégis úgy gondolják, hogy valami olyat csinálok, ami érdemel egy díjat. Műfordítónak lenni, az is volt egy pillanatig egy vágyam. Hát, hogyha úgy veszük, akkor az is megvalósult. Azt érzem, hogy legszívesebben állandóan fordítanék. Most is egyébként dolgozom titokban valamin, amit szeretnék majd megmutatni, mondjuk holnap a Máté Gábornak, hogy hát, hogyha valamelyik rendezőnek ajánlható. A másik irány, amiben végig gondolkodtam, az a tanárság volt, és valahogy az is úgymond beteljesült, tehát hogy az is lettem. A középső rész, ez az úgynevezett orkesztra, ugye eredetileg a legősibb formájában a görög színjátszások, ott játszottak a színészek. Az ötvös gimnáziumban jártam, ott olyan csodálatos tanáraim voltak, akik valahogy ráállítottak egy útra. Mondjuk a tanításban rengeteget használok abban, amit a magyar tanárnőmtől tanultam. Amikor nincs ez az éles választóvonal, akkor valahogy intimebb a viszony a színpad és a nézőtér között. Cseh, most már csak meg egy spettatóri. Rekveszte párte. Angol-olasz szakra jártam az egyetemen, és ott ragadtam tanítani. Az ELTE olasz szakán tanítok irodalomtörténetet és színháztörténetet. Most a Két Kórea újraegyesítése című előadás angol feliratozására készülünk. Gyakorlatilag a szöveg ritmusa szerint mindig bejelölöm, hogy hol kell új feliratot nyomni. Én nagyon szeretek bíbelődni, de nagyon szeretem, hogyha jó ritmusban mennek a feliratok. Képtelen lennél meghalni, érted? Amikor én fordítom, van, amikor nem, ez most igen. Méghozzá pont a feliratkészítés volt az apropója a fordításnak. Ide pedig a családunk életének a nagy részét már okollá tettetik, az én esküvöm, sajnálom, bocsika, nem tudta, hogy titokban szerelmes vagyok. Ezért is szeret engem. Tehát ez nem igaz! Közben még mielőtt elvégeztem volna a bölcsészkart, beiratkoztam dramaturg szakra, vagy hát felvételiztem dramaturg szakra, és szerencsére felvettek. Az egyetem utolsó éve alatt a Keszthelyi Kinga barátnőm, aki akkor itt volt dramaturg a Katonában, kapott egy Fulbright ösztöndíjat New Yorkba, tulajdonképpen ide jöttem őt helyettesíteni. És akkor a Zsámbéki Gábor meghívott a társulatba, ami tulajdonképpen egy ilyen mesebeli történet. Évadokban így alakul, hogy a Zsámbéki Gáborral és a Máté Gáborral szoktam dolgozni. Valahogy az egész olyan, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen műveltségi kurzus. Gyakran előveszek egy nagyon kevéssé ismert és rövid csehov novellát. Ezt többnyire az ismerőseim nem nagyon menekülhetnek az elől, hogy én ezt felolvassam. Török Tamara a dramaturg, aki itt ül,
el lehet kóstolni tényleg, hogy hogy dolgozunk. Elsőnek Tamarát kértem meg, hogy mondjon egy pár szót a darabról és a szerzőről. Lucy Kirkwood a szerző, 33 éves és 21 éves kora óta van folyamatosan jelen az angol színházakban különböző darabjaival. Van itt még valami? Micsoda? Kurvára nem fogsz neki örülni? Igen. Ennyi? Igen. Tisztában voltam vele, amikor erre a pályára jöttem, hogy ez nem a leglátványosabb része a színháznak. Tehát az, hogy ez egy igazi háttérmunka, ahol az ember láthatatlan. Ő tulajdonképpen akkor vagy jó dramaturg, hogyha nincs semmi probléma azzal a szöveggel, amit az olvasó próbál, megmutatsz a színészeknek a rendezővel együtt. Férfiakkal készült interjúk alapján állítottuk össze a szöveget. Például itt az Őrgék próba folyamat, az egy elég speciális helyzet volt, amikor ebből a rengeteg interjúból, amit ehhez az előadáshoz csináltunk, próbáltunk csinálni egy példányt. Kedden még úgy ültünk a konyhába, hogy ott volt ez az iszonyú mennyiségű anyag, és én lényegében így azt éreztem, hogy itt hogy fogunk ösvényt vágni ebben. És bizony úgy mentünk az olvasópróbára, hogy ez a példány nem volt készen. Hány darab? Ilyen 60 interjúból dolgoztunk. Kicsit olyan volt, hogy hát a dramaturg még egyelőre nem végzett jó munkát, pedig közben hihetetlen mennyiségű munka volt egészen addig is, amíg eljutottunk. Aztán persze nagyon sokat formálódott, és akkor ugye helyükre kerültek a dolgok. Fölvetett a Tamara egy dolgot, és mennyit fogsz érteni? Romániában. Van ez a tanítás közben, ahol kézzelfoghatóbbak olyan értelemben az eredmények, hogy mondjuk valamit sikerül átadnom. Ahol játszák, akkor mindjárt elárkéd. Igen. Tényleg munkamániás vagyok, csomót éjszakázom, azért mert hát mikor foglalkozom ezekkel a dolgokkal, hogyha nem éjszaka, de még így is nagyon jó. Ez a színházban dolgozás, ez tényleg csak olyan, amit az ember csak szenvedéllyel tud csinálni. Egy 7 éves kislányom, akivel csodálatosan jó lenni. Próbálok jó anyuka is lenni közben. Mondjuk a nyár, amikor tényleg igyekszem semmi más nem csinálni, csak a kislányommal ide-oda mászkálni és lenni. Lehet, hogyha máskor csináljuk ezt az interjút, akkor nem ezt mondtam volna, de én tulajdonképpen most olyan jól érzem magam. Valahogy itt a társulatban is nagyon jól, az egyetemen is nagyon jól, és egyébként a családi életben is nagyon jól. Úgyhogy most tulajdonképpen az nem tudom, hogy lehet, hogy az életem legszebb éveit élem pont most. Nem tudom, nem szeretem az ilyen nagy szavakat, hogy boldog vagyok, de hogy néha vannak ilyen pillanatok, amikor azt érzem.